Sziasztok! Péntek este lévén a baráti társasággal lesz egy ilyen kis, hát nem mondanám kerti partinak, gyakran összejövünk így beszélgetni, grillezni, eszegetni, iszogatni egy kicsit, és éppen oda tartunk. Most mutatnám nektek, hogy mi az, amit a barátnőm kért, hogy vigyek. Egy kiló meleg gouda pogácsa, ami még gőzölög, annyira meleg. Ez az egyik, amit kértem. Egy kiló Moszkauer. Gyerekek, aki ezt ismeri, az tudja, hogy ez annyira durva kísértés, hogy ha most mondjuk a diétám elején lennék, akkor azt mondtam, hogy ne haragudj, de nem viszek. Mondjuk van olyan jó barátnő, hogy azt akkor nem is kért volna ilyet, hogy vigyek. Viszont hát most, hogy így már így az életmódváltásban vagyok, azt gondolom, hogy megengedhetek magamnak, hogy egy pár szemet ebből a kis pogácsából, illetve a kis édességből betoljak majd ezen a kis kellemes nyárestén. Azért mutatom ezt meg nektek, hogy arra biztassalak benneteket, hogy ha valaki életmódot vált, és lefogy, és tartani akarja a súlyát, az nem jelenti azt, hogy mindenről le kell mondani. Mindent lehet egy picit mértékkel enni. Nem azt mondom, hogy minden nap egy kicsit, tehát mondjuk én sem bűnözöm napi szinten, sőt heti szinten sem lisztes cukros dolgokkal, de az, hogy most mondjuk egy ilyen nyáresti kerti partin eszel három szem kis pogácsát, vagy két szem ilyen kis moszkauert, jó legyen öt szem, ettől még nem dől össze a világ. Mi is emberek vagyunk, én is emberből vagyok. Tudom, hogy mennyire nehéz ezeknek a dolgoknak ellenállni, hogyha valaki szereti az ilyen finomságokat. Le a kalappal azok előtt, akik kemény edzés mellett teljesen összeállított étrendet tolnak. Én most úgy érzem, hogy arra képtelen lennék, de ígérem, hogy holnaptól visszatérek a jó útra, és egy ideig nem fogok ilyeneket enni. Ti hogy vagytok ezzel? Sziasztok!